jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget az óvoda dolgozóinak nevében. Újabb év telt el, ez a mostani, a 26. óvodabál. Ismét esély teremtődött arra, hogy egy kellemes este kíséretében javítjuk az érsekcsanádi 3-6 éves gyerekek óvodai körülményeit. Sok minden értékes és fontos dologra lett már elköltve a bálak bevétele. Van víztisztító, udvari ivókutú, udvari játékai. Egy éve még azt mondtam, mosogatógépre gyűjtünk az óvodában, ez a tervünk is megvalósult. Az óvodában jelen pillanatban 116 gyerek jár. Nagy létszámnak számít ez egy faluban, egy falusi óvodában. És nagyon örülünk annak, hogy ez a szám növekedő tendenciát mutat. Öröm, hogy tényleg van kiért bálat szerveznünk, és úgy tűnik lesz bál az elkövetkező időben is. Jó érsekcsanádon dolgozni, jó azt megtapasztalni, hogy a jó ügyek mellé egy emberként áll a község lakossága. Ez nem csak azon látszik, hogy milyen sokan vagyunk itt ma este, hanem azon is, mennyi támogatás tombola jött össze a bál sikere érdekében. Köszönet érte! Köszönet a szülőknek, az önkormányzatnak, akik segítik munkánkat. Az óvonéniknek, akik a rengeteg adminisztráció, továbbképzés, minősítés minden mellett még energiát fektetnek abba, hogy ez a helység ma így nézzen ki, ahogy kinéz, és a technikai dolgozóinknak, a Dajka néniknek, férfiaknak, akik besegítenek azért, hogy nekünk óvonéniknek könnyebb legyen. Az összefogás segítségnyújtás szép példája, hogy évről évre itt lehetünk és válaszhatunk. Célunk, hogy gyermekeink még jobb, szebb és igényesebb környezetben tölthessék mindennapjaikat. Ennek érdekében a szervezők az idei jótékonysági bál teljes bevételét a csoportok játékainak cseréjére, bővítésére szeretnék fordítani. Szeretném hangsúlyozni, nagyon fontos, hogy a szülők, az óvónők, az óvodai dolgozók kéz a kézben, apró lépésekkel haladva előre, minden évben létrehoznak valami újat, valamit, ami a gyermekeink jólétét szolgálja. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült végre megvásárolni az óvodának a rég várt mosogatógépet. Köszönettel tartozunk az érsekcsanádi önkormányzatnak, hogy segítette és támogatta ezt a beruházást. Köszönettel tartozunk a szülőknek, óvónőknek, az óvoda dolgozóinak és mindenkinek, aki adományával, munkájával támogatta óvodánkat.